Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon. Épp hogy megfülöttem szokás szerint, és azt hiszem, hogy nem vágtam el magamat. Megborotválkoztam, ahogy néztem, én azt hiszem, hogy sehol nem vérzik. Siettem, szokás szerint mindig sietek, ugye, épp hogy csak hazaértem, ebédeltem. A csónakkal semmit nem csináltunk, kivéve, igen, itt vagyok. Csak hívad Davis közben, mondtam, hogy itt vagyok. Semmi más nem csináltunk, mint visszaraktam képzelni a kormányt, meg a kettő ülést, amit most ott látod. A kormánynak a tetejét lehet látni az ülésten. Azért tettem vissza, ugyanis holnap azt mondják, hogy jó idő lesz, én nem dolgozok, úgyhogy gondoltam, hogy kimegyünk a családdal, vagy a Lucas-szel, majd meglátjuk, és kimegyünk erre a nyitottabb vízre, ugye a Lucas még nem volt benn, a feleségem se, Davis se, csak az öccse meg apukám. Úgyhogy ha jó idő lesz, és úgy lesz, és fent lesz a víz, akkor el akarok menni. Amúgy kiválasztottuk a színeket, vagy kiválasztottam a színeket a hajóhoz. Mutatom neked gyorsan, még mielőtt elindulunk. Ugyanis el kell menni boltba, kell venni benzint. Mármint az a benzinkúton kell venni, mert a boltba nem árulok benzint. De kell venni a boltba ilyen adalékot a benzinhez, ugye két ütemű ez a motor. Na mi helyzet? Hol vagy? Szervusz. Hello. Kész vagy? Ja. Akkor mindjárt megyünk, csak megmutatom a színeket. Én akarom nézni. Te akarod nézni. Nem láttattam, aminak mutattam tegnap. Itt vannak a hajószínek, és nem más választottam, szerinted melyiket választottam? Mondtam, hogy ugye kék lesz. Szervusz Davis, mi a helyzet? Kék és piros? Nem kék és piros lesz, kék és fehér. Melyik kéket választottam? Szerinted melyik kéket választottam? Várjál, ne vedd el! Na melyiket? Én nem tudom, gondolom, hogy az... Várjál! Gondolom, hogy az vagy ez. Nem. Ezt a kéket választottam, ezt a fehéret, ezt a szürkéset. Tehát ez, meg ez lesz a hajószíne. Ami így néz ki körülbelül, ez az a kék, ez az a sima fehér, ugye a fehér-fehér. Szerintem jó lesz. Legalábbis én nagyon remélem, hogy jó lesz, közben tapsol a feleségem, hogy megyünk. Úgyhogy lerakom, és majd meglátjuk jövő héten valószínűleg, vagy jövő hét után, vagy hétvége körül, vagy valamikor. Ha lesz több időm, elkezdem festeni, csak időbe telik. Ugyanis amit akartunk készíteni ilyen feljárót apukámmal, ráhúztuk a hajót, és így összecsuklott. Nem bírta ki. Úgyhogy kell csinálni vagy egy másikat, vagy teljesen az olyát nem fogom tudni lefesteni. Na minden? Azt mondom, megvan mindenem. Cipőmet húzom, megyünk, kell venni adalékot, kell venni benzint holnapra. Én nagyon remélem, hogy jó idő lesz, annyira el akarnák most megint menni ezzel a csónakkal. Ma is olyan szép idő volt, várjál. Húzom a cipőmet, csak nem tudom rendesen tartani. Na van. Jössz? Hol vagy? Davis? Gyere nyuszi, menjünk! Amúgy még mindig jó idő van, most kezd levenni a nap. Most már annyira nincs az nagyon-nagyon meleg, de egész nap jó idő volt. Azt mondom, megvan mindenki. Sötét vagyok, látom, attól függ, hogy állok. Túl sok az ablak, és attól függ, hogy jön be a fény. Néha elsötétülök. Na, induljunk. Beült a Davis, bekapcsoltam. Amúgy ma nézzátok meg, hogy mit szóltok a hajónak a színéhez. Én szerintem jó lesz. Lehet, hogy túl rikítós kék lesz, de remélem, hogy jó lesz. Na várjál, hozom a benzines kannát, ami itt van. Berakjuk meg adalékot. Nem, hogy elfelejtsük az adalékot. Berakom ide hátulra. Nyilván. De délután mindig hogy sokszor rohanni kell. Annyi mindent kell ugye intézni, meg csinálni, és mire mindenki elvégeznek hazaér az iskolában, meg a munkában, meg megebédelünk, meg elkészülődünk, addigra már majdnem mindig, na, késő van. Aztán van egy kérdésem hozzátok. Tegnap képzel el, nézegettem a hajókat. Mindig nézegettem a hajókat, de most a rendes hajókat. És láttam ilyen lakóhajókat. Ti tudnátok a vízen lakni, vagy nem? Lukasz, te tudnál a vízen lakni, hogy ott laknál? Ilyen rendes, ugye, ilyen... Ki tudsz jönni? Hát ki tudsz jönni, ugye nem az... Ki tudsz jönni belőle, ez ilyen pár szobás, olyan mindegy ház, csak a vizem van. Van internet, hát ha van ilyen mobil interneted, akkor van internet, csak közben nézem, kiférek el a garázsból. És nem tudom, hogy... Én lehet, hogy nem tudnák úgy, hogy minden nap ott kéne lakni, hozzászokni, ugye mivel el kell menni dolgozni, iskolába, csak közben zárom az ajtót. Szerintem nehéz lenne. Bár ahogy mondtam, nem tudom, hogy mondtam-e vagy nem, akitől vettem ezt a csónakot, ő ott lakik a vizen, mármint ilyen kikötőben lakik, hogy legyen neki rendes áramja, meg vize, meg mindene, és azt mondta, hogy van neki egy kisebb gyereke is, meg a felesége, és ott laknak. Nem tudom, ti el tudnátok képzelni magatokat kint a vizen, ott laknátok, tehát ahol nincsen lehet még áram se, csak na, már nem tudok kitartni, hanem csak ilyen generátorról menne. Maximum, hogyha már idősebb lennék, vagy nyugdíjas, akkor ezt el tudnám képzelni, hogy ugye ráülök a hajómra, vagy a lakóhajónkra, vagy kilünk oda a végére a teraszra, és ott eliszogatunk, vagy én nem tudom, de
így jelenleg gyerekekkel max hétvége. Ilyen hétvégére lehet, hogy jó lenne. Mi, Lucas? Ja. Hétvégére jó lenne, hogy oda költözünk, aztán ott vagyunk. Csak egy hétvége, minden héten. De amit láttam drágáért, láttam 400 ezerért, láttam 100-120 ezerért is, ami úgy elfogadható. De képzeld el, láttam 6000 dollárért, de még 2500-ért is, ami nagyon rossz állapotban volt. Azt mondták, hogy ilyen fel kellene újítani, de... ugye elment azért, hát annyit ér, amennyit ugye kérnek érte. Na mindegy, elég a hülyeségből, megyünk, tankolunk meg, amit el kell intézni, el kell intézni. Várjál, én egy autó, el kell fordulni. Látod, ilyen sok autó áll ebbe az utcában mindenfelé. Megértünk, mármint hazamentünk, aztán kiraktuk a családot, kivéve a Lucast, és visszajöttünk, mert nem kaptam milyen motorolajat. Úgyhogy el kellett jönnöm ide, és vettem ilyen, látod, ilyen hajós olajat, úgyhogy én azt mondom, hogy ez jó lesz. Össze kell keverni ugye a benzinnel, mert két ütemű a motor, és a 20 literes kannába állítólag ez az egész belemegy. Legalábbis azt írja, hogy ha jól látom, már sötét van. Majd otthon megnézem, és reggel megyünk, ugye? Ja. Nem olyan túl korán, 9 óra után, 10 óra környékén, hogyha fent lesz a víz, na ezt hova? Ide teszem a lábot. Aztán vettünk chipset, milyen chipset vettünk? Pins. Olyan sósra. De a sós chipset annyira nem szeretem. Megeszem, de inkább szeretem azt a másik fajtásat. A chicken? Ja, a csirkéssel, vagy ezt a barbecue-sat, vagy... Ne, azt nagyon nem szeretem, a sósat, meg az ecetesset. Régen megszoktam enni, de nem eszed meg. Én is úgy meg lehet enni, de annyira nem szeretjük. De én eszem a salt és vinegar. Megesszük, de nem szeretjük, úgyhogy mint ezt a simát. Vagy én a másikat, na, hol a kulcs? Na, én szeretem a salt és vinegar. Amúgy itt vagyunk a régi helyünkön, ott a lakás valahol, és mutatom. Itt vettük fel a filmet, a kihívást, mikor jöttünk itt a Mazdába, emlékszel rá, Lucas? Ja, emlékszem, így jöttünk, mikor végeztünk az a nagy autó. Ja, itt jöttünk be, és nem volt ilyen sötét, hanem sütött a nap, szép idő volt. Ja, gyorsan. Nem is 12. Mondjuk akkor jobb idő volt. Most nincs hideg, 21 fok van jelenleg. Várjál, látok sávot, közben veszek itt valamit gyorsan. Amúgy a kérdésekre majd válaszolni fogok, amiket ugye kaptam, valószínűleg jövő héten, de még nem vettem fel se az utat, se semmit. Ezt meg fogom tenni talán a hétvégén, válaszolom a kérdésem, és kaptam sok érdekes kérdést, úgyhogy megpróbáljuk rájuk válaszolni, vagy kaptam olyan kérdést is, ami ugye már régen is elhangzott, hogy mikor jöttem, miért jöttem, hány éves vagyok, valaki azt mondta, Lucas, hogy itt mondtak, hány éves vagy. Azt mondták, hogy én 40 fölött. Nem vagyok 40 éves, te? Hát nem. Hát azért ne vicceljél már. 36 leszek. Hát 36 leszek, az nem 40, az még 4 év, az azért még nagyon sok idő, 4 év, nem gondolod? Nem. Hát azért években. Nekem az még sok. Na mindjárt. Mindenki amúgy annyi idősen, mennyinek érzi magát. Én nem érzem magamat egyáltalán 36-nak. Nem tudom hány éves. Olyan 30-nak talán, még annyinak se. 25-nek. Tudjuk, ezt hány évesnek érzed magad? Tudom, 10. 10? 10 valaminek érzed már magad? Hát nem tudom, még nem 25-nek érzem magam, nem tudom, annyinak érzem magam, de 25 évesen még mentünk bulizni minden hétvégén, pénteken, szombaton. Na várjál, mutatom, hajó, figyelj! Látod ott mennyi hajó van? Amúgy hajókiállítás lesz valamelyik most a hétvégén? Elviszik ezeket a szép hajókat, meg a többit is. Elviszik nem csak ezeket a hajókat, ugye mindenhonnét jönnek a hajók, ilyen... Meg lehet őket nézni meg és felted őket, de általában ezek akkora hajók, meg olyanok, hogy én azt nem bírnám megvenni, ugyanis 100 000 dollár, meg 100 000 fölött, de ilyen rettentő, hogy inkább ilyen jaktok. Még vannak kisebbek is, én még mondjuk nem voltam, havukám el szokott menni, főleg inkább régebben, meg szokta nézni ezeket a hajókat. Igen, meg lehet nézni. Csak addig nem fogsz venni, csak próbálok közben indexelni, még nem nyerünk van lotton valószínű. Ami ugye ki sose lehet tudni, hogy mikor lesz közben. Mutatom, megérkeztünk majdnem ide a szüleimhez. A nap lement, 5 óra múlott 4 perccel. Ugye nem sokára itt van a tél, na várj, megint befordulunk. És valahol meg fogunk állni. Megjöttünk nem másra, mint az öcsémmel, aki itt ül mellettem, ide szörföz be. És ugye péntek van, ilyenkor leszoktunk jönni. Megnézzük a tengerpartot, megmutatom nektek, meg mi is megnézzük, hogy hányan vannak lent. Ugyanis az időjárás, mutatom. Nem az időjárás, hanem
mit csináltál? Kinyitotta az ajtót. 23 fokot mutatott a hőmérő, ami ugye nem olyan túl hideg. Ilyen májusi időhöz képest nem olyan túl hideg, főleg ilyen hány óra van? 6 óra lesz, nem sokára, 3 perc múlva. Így lemegyünk, megnézzük a vizet, meg járunk egyet, meg iszunk egyet valamit. Ugye? Szervusz! Úgyhogy, menjünk. Feladom a 20-et. Na, fizessünk. Mit dobtál vele? Berakjuk a számot, ahol ott megálltunk, látod? Nem elég. Mi nem elég? Mennyi akkor? Nálam még van akkor. Mennyi? Nem azt tetted be. Hát nem, mert te nyomogattad. Na, beledobjuk 10 centet. $1.30 van benne, 6.43-ig. Na várjál. Beledobunk egy 50 centest. Na, miért nem ment be? Kijött belőle. Még egyszer beledobjuk. És 6.58. Beledobunk egy 10 centeset. És pont 7 óra. Na látod, ráokézünk, aztán mehetünk tovább. Na, menjünk le arra felé. Nem sokan vannak a parkolóban, amúgy látod? Arra felé lemegyünk. Szokásra sejrálklában mindig idejövünk az öcsémmel, itt szoktunk kinézni. De én úgy nézem, hogy nem sokan vannak lent. Hullámok vannak. Már azok se olyan túl nagyok. 2-3-an sétálnak. Várjál, kicsit ráközelítek ott, arra felé, szép fehérek a hullámok, látod a sétálnak, azon kívül valaki, mintha ott feküdne, arra felé semmi, elnézzünk a másik irányba. A sirályok azok mondjuk vannak lent. Jó sok, oda néz mennyi. De sehol egy turista, senki nem sétál sehol se. Basztod, esötét vagyok, te, rossz helyre álltam. Most elmegyünk, veszünk valamit inni. És sétálunk egyet, valószínűleg visszamegyünk az autóhoz, nem sokára, aztán azafelé felveszem a Lucas-t, ugye a szüleimtől, mert ott maradt. Na várják, megfordítom a kamerát. És megyünk. Ugye is vannak turisták, de sétálnak össze-vissza, csak nem a parton. Arra felé bemegyünk. Hol a piac? Alig vitték a piacot? Ott van a piac, ott kezdődik, ugye péntek van. Hát sétálunk rajta, körbenézünk. Nézd a kutya, alszik. Ott a piac, aztán megyünk befele, majdnem neki mentem ennek, te, megyünk befele. A McDonald's-nál átmegyünk, aztán valamit veszünk inni, mert kezdek kicsit szomjasodni. Itt átvannunk, hogy megvárjuk a lámpát. Átmegyünk a lámpáit, nem rohanunk át, hát elütnek az autók minket. Jönnek össze-vissza. Nézd a téga 10. Nézd, mit találtam. Dr. Peppert. Attól kérsz egyet? De csak ebbe az egy izébe van, aztán még mi van itt? Ez nem is ital. Van ilyen narancsos valami. Meg mi az? Mi az? Nem angol. Nem, ezek ilyen külföldi cuccok. Amit nem itt innét hoztak, hanem Németországon. Mi? Neki a szülanyuszit? Na mindegy. Menjünk tovább szerintem. Amíg májkrémet keresünk. Nem találunk sehol se. Az ilyen Oreo. Lucas szereti azt. Ezek ilyen külföldi, európai, meg ázsiai cuccok. Az ázsiai, látod, ilyen nagy tészta. Menjünk el. Nehogy kérek banános tejet. Vegemite-ot. Atta, kérsz Vegemite-ot? Mi jó? Mit találtál? Ja, Lucas szereti azt. Na, gyere, menjünk. Ami vettünk kakaót. Látod, csokis tejet. Mi a helyzet? Mi? Mit mondasz? Mi van a kezedbe? Superman? Batman? Na, úgy. Hazaérkeztem. Davis ott bent játszik a Lucas-szel. És még mielőtt befejezem ezt a mai videót, meg akarom nektek mutatni, hogy miről beszéltem a videónak az elején, erről a hajóról, amin lehet lakni, ilyen házhajó, nem tudom azt, hogy mondják magyarul, ilyen houseboat, úgy mondják ugye angolul, és mutatok nektek három darabot. Mutatok egy olcsóbb változatot, mutatok egy drágább, meg egy jó változatot. Ez a legelső, ez egy olcsóbb változat. Így néz ki kívülről, ez 89.000 dollárért eladó. És várjál, mutatom a képet, hát van rajta ilyen motor, ugye, hogy lehessen vele arra menni a vizem, van rajta kormány, ugye kell, hogy lehessen vezetni, ágy, nem tudom, nappali vagy konyha, mégis ott a konyha, hogy látjátok, ez a konyha. Tehát van benne minden, mosogató, mosógéptől elkezdve ugye minden, ágy, ugye szobának, ez a terasz a tetején, és nem rossz, 89.000 dollár, aztán mutatok egy kicsikét drágábbat, ez 100, mennyi volt? 140.000? Egy kicsit jobban néz már ki azért kívülről, legalábbis szerintem. Ilyen régi stílusú, ahogy látjátok.
Ott egy bár, tévé, ez a nappali gondolom. Ez a konyha, én szerintem, az ágy, ez az egyik szoba, ugye? WC, ugye ez a WC meg a fürdő egybe? Másik szoba, harmadik szoba, már ott lehet, hogy bevered a fejedet, vagy a lábodat. Na mindjárt. Ez a terasz a tetején. És mutatom, ami nekem tetszik. Ez drágábba kerül, ez 395 000 dollárba kerül. Nem a legjobb, mert én biztos, hogy van jobb is. De amit találtam, amiket én nézegettem, várjál. Csak fókuszál a kamera, mutatom. Ez kívülről, én szerintem nem a legszebb, de belülről jól néz ki. Látod? Ilyen új stílusú, mint egy ilyen egy lakás lenne. Szép kilátás ugye a vízre, ez az egyik szoba. Tehát bent vannak ezen elhúzhatós ajtók. Mint egy ház lenne. Főleg, hogy így megállsz a vízen éppen, úgy attól függ, hogy hol állsz meg. Bárhova leállhatsz, szép padló. Fa padló. Mint egy ilyen kisebb lakás lenne. Szerintem jól néz ki. Ez a kinti rész. Lehet ott iszogatni, eszegetni. Ez az egyik szoba. Aztán, nem tudom, nappali, másik nappali. Ez a kinti rész, egy terasz. Látod, még ilyen virágos íze is van ott kint. Tiszta, mintha egy ház lenne, vagy lakás. Ez a vezetője, ugye, ahogy látjátok. És ennyi, nincs több kép. Tehát ilyenről beszéltem, hogy tudnátok ti ilyenen lakni mondjuk végleg. Úgyhogy kimentek a vízre, oda mentek, ugye, ahova akartok, ezért nem kell fizetni. Ott állsz meg, ahol akarsz. Annyi a kikötés egy pár helyen. 7 napnál tovább nem tudsz megállni, ugyanis megbüntetnek, hogyha egy helyen mondjuk megparkolsz, és 7 napnál tovább ott állsz, azt hiszem 7 nap vagy 10 nap, egy-két helyen. Azért, mert hogy amikor elmész WC-re, meg zuhanyzol, az az összes dolog belemegy a vízbe, ezért arrébb kell állni. Valami ilyen a szabály, mert egyszer meg utána néztem. Aztán a másik helyen ott meg megállhatsz akár évekig is, ahol ugye akarsz, vagy ahogy akarsz, vagy ki is köthetsz vele, hogy legyen rendes áramod, mondjuk azért fizetni kell. De én el tudnám magamat képzelni hétvégenként, de úgy, hogy minden nap nehéz lenne mondjuk autó. Ilyen kisebb csónak kell ugye, hogy odamész, meg visszamész, hogy esik az eső, szerintem nehéz. Na mindegy, ha gondoljátok ide, a videó alá írjátok meg, hogy ti tudnátok ilyen hajón lakni, vagy a házas hajón, vagy nem. Vagy minek mondják, magyarul. Na mindegy, gondoljátok ide, a videó alá írjátok meg. Úgyhogy mára ennyit. Holnap, hogyha minden igaz és minden jól megy, akkor megyünk csónakázni reggel a családdal. Azt majd kiderül, hogy mi lesz belőle, mert lehet, hogy esni fog, vagy a Davis nem fogja bírni. Majd a holnapi videóban meglátjátok, ugyanis megpróbálom lefilmezni. Na mindent, már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék hívni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!